Na nézzük, srácok, mi jött ezzel az új patch-sel. Kíváncsiságból. Kiváló a háttérkép. Most egy Bruno, illetőleg egy Trent Alexander-Arnold. De gondolom szerver nem lesz. Elfogadjuk a dolgokat. Azt is elfogadjuk. Csak megnézzük, hogy van-e szerver. Először. Aztán... Igen, elvileg az eFootball 2023. De elvileg live update-el, úgyhogy... Szépen átnézegetjük a menüt meg, hogy mi változott. Szia, Marci! Remélem beleraktak valami friendlyt már végre. Nagyon-nagyon tudnám értékelni. Vagy a kópot. Amire szerintem az összes eFootball játékos vár. Vagy hogy a kóp, illetőleg a friendly benne legyen a játékban. De szerintem amióta elindult, azóta egyre kevesebben játszanak a játékkal. Aminek ugyan megvan az oka. Persze ugyanúgy free. A játék. Megvan a live update is. Igen, Nandi. Select your base team. Europe. Kerültek be. Legyen a Bayern. Base team selected. Oké. Okay. Kaptunk 2500-at, kaptunk 5 darab tréninget. Vasco Gipuzkoa AB-1. Ez egy gift volt az admintól. Maintenance finished, szuper. Oké, okay, azt is elfogadtuk. Na nézzük, hogy itt milyen üzeneteket hagy nekünk a játék. Nagyon jó. Oké. Okay. Update file megérkezett. A login bónusz megváltozott, 200 pont, 10.000 GP. Jó. Megkaptuk ezeket a bónuszokat. 5x10.000 training kártya, meg ezt az egy valamit. Megcsináltuk elvileg a tutoriálokat, nagyon jók vagyunk. Standard player list, special player list. Worldwide augusztus. Hát itt ezekből a játékosokból lehet nyitni. Foyt, Saliba. Annak mondja ki a nevét, aki akarja. Kvaratskhelia, az öreg anyja valagát. Zaha, Harrison, Modric, Diego Costa, Coman, Ansu Fati, Mbappé és Bastoni. Ha van egy százasunk, ezt el is dörrentjük erre. Megnézzük, kit ad. Változott-e valamit a pack opening design? Úgy néz ki, hogy nem. Az maradt ugyanaz. Spanyol liga folyt. Gondolom én. Igen. Super. És már vannak játékos formák, úgy néz ki. És ezekből a kiváló kártyákból is nyithatunk egyet. Real Sociedad lesz, nem?
egész jól néz ki. Aricelus Tondo. Tehát megvan ez a két pakkunk. Van ilyen Rüdiger. Jó. Oké. Megnéztük az eladásos témát. Játékos rétingek változtak-e? Elég rendesen változtak, úgy néz ki. Oké. Hát én tök örülök ennek, hogy minden tutoriált megcsináltunk. Jött. Vannak ilyen sima eventek. Vagy ilyen Liga BBVA-s. A menü az továbbra is lassú. Trial match. Továbbra sincsen benne friendly. Hát gyerekek. Az a baj, hogy nézzük a Dream Team-et. Jöttek eventek, van starter event újra. 5 csillagos pakkot ad. Sörike, köszönöm szépen a 8. hónapodat! Szia, szia! Van egy spanyol ligás AI ellen. Van Nemzeti Liga, Worldwide Clubs. Ebben sok minden nem változott. Mások lettek a képek egyelőre. Oké. Ez Division 9 ugye elvileg most indult el, úgyhogy mindenki ugyanott foglal helyet. Oké, nézzük a game plant, ott változott-e valami, szerencsére a játékosaink azok megmaradtak. Oké. Mission, vannak missionök. Sima objektívek. Campaign, Career Objective, ez nem jár le, ez 42 nap múlva jár le. Oké. Okay. Vannak Premium Objective-ek, ez beragadt ez a tutoriálos szar szerintem. Aha! Itt egy konkrét teljes AC Milán csapatot tudtok megvenni. A Milán drukkerek 900 ilyen elfutballpontért, vagy coinért. És fullos AC Milánnal tudtok zörgölődni, vagy éppen fullos Interrel. Manager pak Johan Cruyff 500-ért. Tudsz venni egy Johan Cruyff menedzsert. Az igen. Az összes középpályás játékosnak 400%-kal boostolja a tapasztalati pontjait. Jött egy Cannavaro. Ő is ugyanaz. Oké. Okay. A shop az ugyanúgy működik, tudsz venni eFootball coint. Az eFootball pontból tudsz venni... Oszt a kutya mindenségit!
Hát itt van az egyik kedvenc csatárom, gyerekek. Giovanna Elber. Abban a pillanatban. Hát ez minden, csak nem kérdés. Mi az anyád van? Hello? Nem engedi megvenni. Akkor nem vesszük meg. Jó. Majd egyszer megvesszük. Lehet venni itemeket, nagyon jó. Többi pedig ugyanaz maradt. Tehát effektíve valószínű semmi nem történt, mindjárt megnézzük a gameplayt. Effektíve minden maradt ugyanaz. Nem jött a friendly, nem jött semmi. A képek változtak. Kérdés, hogy a gameplay is változott-e. Óriási kérdés. Egy mérkőzést megnézünk. Csak a macó miatt. Megnézzük, hogy gyorsabban talál-e ellenfelet. Mint eddig valaha. De úgy néz ki, hogy nem. Elég gyors volt magához képest. Én meg se tudtam nézni a srácot. Megnézzük a gameplant. Azt se tudom már, hogy kell, basszus. Militao gatya. Tébénk nincs. Az meleg. Így. Nézzük a játékot. Változott-e bármi a gameplayben? Bayern Munich take up their starting position ahead of what will be another manic dash towards the finish line. A finish line beyond which lies pastures substantially greener, substantially more fertile, substantially more lucrative. They really do want to get off to a flyer here. Everything a brilliant shade of red here, even the outer skin of the stadium when its mightiest occupants are in town. As you can see, we've already started here. Shufati, Vieira, well, that's a foul, free kick's been given. Első, mint a kapott volna egy kis grafikai update-et a történet, úgy látom, viccen kívül. On Shufati, and that interception was most necessary. This man very much flavor of the month. And here's Neymar. Olyan lassan veszik át a labdákat a játékosok, hogy sírsz. Final ball not quite right and his teammates are irritated at that. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. Hát ez nem olyan, mint a 98-as Neymar. Vinicius Junior.
Rúgd be, nem kell, hagyjad! Bravo, Bappé! Rüdiger, milyen okosan, mi? De passzold el, fiú! 96-os Erling Haalandja van a srácnak. A Vinicius. Vinicius Junior really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realized he hadn't. A Haalandot azt nem fejeljük le. De. De miért oda Bappé? Szia, Rézerke! Szerintem grafikai update-et biztos, hogy kapott. Bazd meg, az gól. Ennyi, visszapattant hozzá, az gól. Peter, that he was allowed so much time and space, but I think you have to give credit where it's due, and it was a brilliant setup and finish. So we have our breakthrough. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Oh, Istenem. That'll be a goal kick. Rúgd el, kicsi! Miért rúgod el? De jó, hogy nem lehet labdát szerezni, de élem! El kell felejteni a gyors játékot. Szépen csinálta, szép volt a passz. Mit csinált? Hello, fiúk! Mit? Na jó, ez nem FIFA, az a baj. Roberto Carlos Ansu Fati gets away from his opponent. Hát ezt tud játszani. Megint megtorpan a játékos a nagy keresztnél. Erre kíváncsi voltam, de megint megtorpant a lövés pillanatába. Ez, ezt nem tudják kijavítani, az nevetséges. Azért. Igen, mert egyből akartam passzolni. Ne szerezd meg, Neymar, nem kell, tényleg, hagyjad. Zsíl, Gabi! Ja, teljesen jó volt, így a négy elég egyébként, nem kell több a négynél. Only been that one goal. It is very, very tight.
Well, they definitely won't be happy with that half. They seem to lack a bit of desire, especially going forward. It wouldn't surprise me to see a change or two. Hello, attendees. This is a lost children's announcement. With the father of a boy in the... Szia, Józsika! Hello, hello! ...kindly make his way to the information center. Substitution on the field. And that's the start of another 45 minutes. Bayern Munich don't need to press the panic button just yet. They may have to tweak their setup first. If they don't grab an early goal in the second half, they can't hold back though. Could have been dangerous, but it came to nothing. Kipaszott Mbappé de lassú. We see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and of course the discipline because it has to be with everyone. Ne érj oda, nem kell, hagyjad, hagyjad, ne lőd el egyből, toljál rajta egyet. And there are so much of them, but of course the returns can be terrific. And there's his chance to lead the... Nem oda. Szöglet. Igen, ez az új telefonos Dream Soccer, igen. Azt a rohadt kutya mindenségit! A Teó! Úgy néz ki, a kickoffot javították, legalábbis ebből kiindulva. Ne, basszus, megint nem lőtt el. Ez szép akció volt, viszont futballra hasonlító jelenet. Meleg a kontra, az a baj. Hát ez jó játsza sajnos. Szép kontra volt. Simplicity itself. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Interesting ball. Hát ezeket a labdaátvételeket, ezeket kéne, nem ugyanaz, mint a FIFA-ban. Mit csinálsz? Halló? Well, the question now is whether they can sustain it. Amit told meg egy kicsit, bazd meg, nem nyomtam gombot, de hova tolod meg? Nem úgy egész jó meccs. Nem próbáltam, Gabi, nem játszottam. Nincs kedvem játszani vele. Úgy az egész jó meccs. Ez jó játsza nagyon a kontrákat. Megint lepassz. Kapus nem tudom kütyűzni, már nem emlékszem, hogy kell. És nem ügyetlen a gyerek azért. De miért adjuk el, gyerekek? There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? De nem oda, hát ott ment a Romário. Daniel Alves. Oh, good read. Well, that is one way to stop him. But the
Nem, Ronaldinho nem úgy csinálja a cselt, ahogy én azt elterveztem. Pé, de szép volt! Ez baj, az kick-off gyanús, kick-off szagú. Hello, Puyol! Hát az les. És nem előre adta vissza, add már oda előre, léci, kösz. Jó följött a gyerek, bazd meg, de hogyan? Ne! Ne! Az meg Valverde. Na vége az első, ez nem volt. Nem volt ez rossz. Nem volt ez rossz, gyerekek. Nem volt ez rossz abszolút. Nem volt rossz a srác se, jó játszott. Nem volt egy rossz meccs. Szerintem a mozgások egy kicsit jobbak lettek. Én úgy gondolom. Hát ez gyönyörűen kijátszotta a gyerek. Szép gól volt. Legalább nem húzza el a kezét a kapus. Na ez a gól, gyerekek. Az öreg Teó. Ezt a Teó bebombázta szépen. Itt meg megkontrázott a srác. Pappi kihagyta. Hogy vette át a Neymar a labdát? De jól nézett ki. Jól néznek ki amúgy a mozdulatok szerintem. Na. Szerintem egy első meccsek ez így nem volt rossz. Egész tűrhetőnek tűnik. Azt kell, hogy mondjam. Egész tűrhetőnek tűnik. Szerintem a gameplay az alapvetően valószínűsíthetően jobb, mint az előzőben. Aztán nyilván ez majd a szerverektől fog függni. De szerintem ez teljesen vállalható volt az így első meccsnek. De nem volt rossz szerintem annyira. Figyelj, Hardek, szerintem annyira nem volt rossz. Így a játszottam vele két hete egy meccset, hát ott elsírtam magam őszintén, annyira rossz volt. Most ez szerintem egész jó. Egész jól sikerült, egész jól nézett ki. Na, úgyhogy nekem ennyi a véleményem, nem tudom a ti véleményetek mi. Erről így, amit láttatok, de szerintem talán jobb lett.